Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Itt a tegnapi napon napvilágot láttak az MBM cégcsoport 2013-as számai általuk elért eredmények, illetve döntöttek a középtávú stratégiájukról. Ennek a tegnapi közgyűlésnek a részleteiről, az eredményekről elnök vezérigazgató úr, illetve vezérigazgató úr fog beszámolni Önöknek. Én azt gondolom, és azt gondoltam, hogy itt előjáróban egy kicsit ezekről a számokról, illetve a cégcsoport eredményeiről a kormányzati energiapolitika összefüggésében mondanék néhány szót. Alapvetően arra kell visszaemlékeznünk, illetve arra szeretnék kitérni, hogy a 2011-es elfogadott energiastratégiában nem csak arról a bizonyos energiamixről született döntés, amelyet sokszor emlegettünk az elmúlt időszakban, hanem arról is, hogy növelnünk kell az ellátásbiztonságunkat, arról is, hogy biztosítani kell egy megfizető, hetőáru energiaszolgáltatást mindenki számára. Illetve itt még fontos, és kapcsolódik, bár ez nem közvetlen, az energiastratégia részét képezte, amikor azt mondtuk, hogy felelős vagyongazdálkodást vezetünk be, és ennek megfelelően fogjuk működtetni azokat a cégeket, amelyek állami tulajdonban vannak, illetve amelyek állami tulajdonban fognak kerülni. Nos, én azt gondolom, hogy ha visszatekintünk az elmúlt 4 évre, és elsőként erről a vonatkozásáról beszélünk a dolognak, akkor jól látható, hogy az MVM csoport komoly eredményeket ért el, miközben tevékenységük első évét arra szánták, hogy a veszteséget eredményező üzleteket megkíséreljék felszámolni, illetve egy új pályára tudják a cégcsoport működését állítani. Ami pedig az energiagazdálkodás, az állami és az ebben elfoglalt állami szerepvállalást illeti, azt hiszem, hogy legelsősorban arról kell beszélni, amit a legfontosabbnak tekintünk, és ami első lépcsőben meg is történt, ez az E.ON földgáztároló, illetve az E.ON kereskedő cégnek a megvásárlása volt. Nem hiszem, hogy most hosszasan megint arról kellene beszélnünk, hogy miért volt ez oly fontos számunkra. Azt azonban szeretném leszögezni, hogy ezt mindenképpen az első, legfontosabb stratégiai lépésnek tekintettük. Ezt követte az, amikor egy közvetett állami szerepvállalás során a Szőregegy tározó szintén állami tulajdonba került. Itt nyilván sokkal annak ellenére, hogy ez nem az MVM csoport szerepvállalásával történt meg, ez az állami tulajdonszerzés, ez lehetőséget ad arra, hogy egy nagyon szoros és egymást jól kiegészítő lépéssorokat tudjunk megtenni annak érdekében, hogy az így módon teljes mértékben állami kézbe került tározókat hasznosítani tudjuk a közeljövőben. Legalább ennyire fontos az, hogy az RVE-vel a főgáz kisebbségi tulajdon részéről történő szerepvállalás. Részben a döntések megszülettek, részben pedig olyan stádiumba került az üzletkötés a cégcsoporttal, hogy hamarosan annak lezárásáról is be fogunk tudni Önöknek számolni. Fontosnak tartom azt is ugyanebből a körben megemlíteni, hogy itt az E.ON Hungária ZRT-vel megkötésre került, ugyan ez még egy nem kötelező érvényű szándéknyilatkozat, de a tárgyalásokat folytatjuk, és reményeink szerint hamarosan ezről, mint megkötött üzletről tudunk majd Önöknek beszámolni. Ez azt jelenti, hogy az E.ON Dél-Dunántúli gázhálózat, E.ON Közép-Dunántúli gázhálózat, az E.ON energiaszolgáltató, illetve az E.ON ügyfélszolgálati Kft. Tulajdonjoga részben, egészben, itt nyilván a tárgyalások fogják még ezt eldönteni, az MVM csoporthoz tud kerülni. Fontos az is, hogy megemlítsem
bár nyilván ez itt a vezérigazgató urak beszámolójában is ki fog derülni, hogy a Paksi atomerőmű egyes blokkjának üzemidő hosszabbítása megtörtént, ezzel azt további 20 évre tudjuk fenntartani működését. A fontos szerepet töltött be, és a jövőre nézve is ez ugyanígy lesz, az MVM csoport működése a sokszor említett, sokszor tárgyalt rezsicsökkentés ügyében. Itt ugye egyszer már egy 20%-os rezsicsökkentésen túl vagyunk. Április 1-től a gázszolgáltatás csökkent most 6,5%-kal, és ahogy azt már bejelentettük többször és több ízben, az ősz folyamán további lépések következnek. Mindemellett, ha általánosságokat is szeretnénk mondani azokról a lépésekről, amelyeket az elmúlt időszakban megtettük, és amelyeket folytatni kívánunk, az az, hogy a 2010-es szervezett villamos energiapiac működése mára már hatékonynak mondható, jónak mondható, ugyanezt szeretnénk elérni hamarosan a szervezett földgázpiac területén is. Amit nagyon fontos eredménynek tartunk, és ez már nem közvetlenül, csak közvetve kapcsolódik a cégcsoport tevékenységéhez, az az, hogy különféle megállapodásokat kötöttünk nukleáris oktatás, szakképzés területén. Nyilván itt a Paksi gyakorló központnak azért ebben nagyon fontos szerepe van. Ezeket a megállapodásokat Vietnámmal, Dél-Koreával, Törökországgal kötöttük meg, és további két országgal vannak folyamatban erre irányuló megbeszéléseink. Ami pedig a jövőt illeti. Ahogy az már elhangzott, a megkezdett munkát folytatni szeretnénk. Nem kívánunk változtatni azon a, most itt akkor közvetlenül az energiáról beszélünk, azon a politikán, amelyet meghatároztunk. Ebből kifolyólag, amiket most fogok ismertetni önökkel, ezek már részben elindított folyamatok, olyan folyamatok, amiket mindenféleképpen be fogunk fejezni. Ezekben természetszerűleg ismét nagyon fontos szerepe lesz az MVM-nek, az MVM csoportnak. Említettem már a főgáz részvények megvásárlását, kisebbségi részvénycsomag megvásárlását az RWE-től. Felhatalmazásunk van a kormányzattól arra, hogy megkezdjük a tárgyalásokat a többségi önkormányzati kézben lévő részvénycsomag megvásárlására. Az EON-nal folytatott tárgyalásokról az imént szót ejtettem, tehát ahogy ezt mint mondtam, folytatni fogjuk. Ami nagyon fontos, az az, hogy itt a gázvezetékek ügyében megkezdett munkák is folynak. Nyilván más stádiumban van a szlovák-magyar gázvezeték, más stádiumban van a déli áramlat gázvezetékkel kapcsolatos munka. Szlovák-magyarnál el fog indulni a próbaüzem hamarosan. A déli áramlattal kapcsolatos munkák, tárgyalások és megbeszélések pedig folyamatban vannak. Említettem az imént, hogy az év folyamán, az ősszel a további rezsicsökkentéseket tervezünk. Ugye a gázról beszéltünk, a villamosenergia szektorban lesz egy 5,7%-os csökkentés szeptembertől, illetve októbertől 3,3%-kal pedig a távfőszolgáltatásnál. Nagyon fontos dolog, és ez is elhangzott jó néhányszor itt az elmúlt időszakban, hogy előkészítjük, illetve megkezdjük annak a kialakítását, hogy nevezzük el ipari rezsicsökkentésnek, ezt a folyamatot is el tudjuk indítani, ezt nagyon fontosnak tartjuk a nemzetgazdaság versenyképességének megteremtéséhez. Ehhez szükségünk van arra, ehhez kapcsolódva, szintén azt hiszem nem lesz különösebb újdonság már az önök számára, hogy létrehozzunk egy non-profit közműszolgáltatót. Ehhez közel egy éve dolgozunk azon, hogy egy közszolgáltatási törvényt alakítsunk ki, melyet ugye nyilvánvalóan már az új parlament elé kell majd terjesztenünk.
ami megteremti az alapját ennek a bizonyos közműszolgáltató létrehozásának. Gyakorlatilag itt egyébként arról beszélünk, hogy a megtermelt profitot visszaforgatjuk, ez lehet majd az, ami a fejlesztésekre, a hálózatok fenntartására, üzemeltetésére fordítható. Folyamatban van még, és szintén kiemelt fontossága van a paksi atomerőmű 2. blokkjának üzemidő hosszabbításával. Ez az elmúlt év novemberében került benyújtásra az ehhez szükséges dokumentáció. Ez a munka folyamatban van, nyilvánvalóan az elkövetkező évek egyik kiemelt feladata ez lesz. A következő szintén Pakshoz kapcsolódó, nagyon fontos az energiaellátásunk, biztonságunk megteremtése érdekében, valamint azért, hogy ezt a bizonyos ipari rezsicsökkentést, amiről az imént beszéltem, ennek a feltételeit megteremthessük, az a megállapodás, amelyet 2014-ben az Oroszországi Föderáció kormányával aláírtuk. Ez az egyezmény azt jelenti, hogy a kapacitásokat fennkívánjuk a jövőre nézve is tartani. Két blokkról van szó. A kapcsolódó, és ez is nyilván semmi újdonság ebben az önök számára, amit most mondok, az ehhez kapcsolódó hitelszerződést az újonnan megalakuló parlament elé fogjuk terjeszteni. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a bizonyos paksi bővítést, kapacitás fenntartást. Annak érdekében, tehát, ahogy már mint mondtam, az energiaellátásunk biztonságát megteremtsük, annak érdekében, hogy az energia függetlenségünket megteremtsük, és nem utolsósorban azért az is jól látható, hogy a pillanatnyilag működő erőművek teljesítménye részben fokozat csökken, illetve működési engedélyük fokozatosan az elkövetkezendő időszakban le fog járni. Úgy gondolom, hogy ez is egy olyan dolog lesz, amiről majd itt az elnök vezérigazgató részletesen be fog önöknek számolni, a tekintetben, hogy a középtávra szóló MVM csoport tervek mit tartalmaznak. Végezetül is én szeretném kiemelni, ami talán az eddig elmondottakból is világosan kitűnik, az MVM csoportról, ha beszélünk, gazdaságunk egyik stratégiai szereplőjéről beszélünk, egy olyan cégcsoportról, amely nem csak nagyon jó teljesítmény nyújtott az elmúlt időszakban, hanem amelyek cégcsoport tevékenysége a következő időszakra is kiemelkedő fontosságú lesz számunkra. Köszönöm.